Sziasztok, kedves nézőim! A strand az egyik legjobb hely a pihenésre és a hétköznapokból való kiszakadásra. Mi is lehetne csodálatosabb egy nyári időtöltésnél a hűvös tenger közelében, a meleg homokon, a lágy napsütésben. Nehéz elképzelnünk, hogy még ilyen helyeken is veszélyben lehetünk. Egyre gyakrabban úsznak közel a partokhoz a cápák, az ügyesen álcázott krokodilok és a kisméretű, megkülönböztethetetlen kinézetű mérgező és nem mérgező medúzák szintén a partok mentén kószálnak. Ez azonban csak egy hiányos lista azokról a veszélyekről, amelyek a tengerpartokon leselkednek ránk nyaralásunkon. Annak érdekében, hogy a jövőben is biztonságban mehessetek le a tengerpartra, mai videónkban beszámolunk nektek a világ legveszélyesebb strandjairól, melyeket jobb lesz, ha elkerültök a jövőben. Zipolite Strand, Mexikó. A földkerekség egyik legszebb és legveszélyesebb strandja Mexikóban található. A Zipolite Strand neve mexikóiról szó szerint a halottak partjának fordítható. Az első pillantásra vonzónak tűnő strand rendkívül veszélyes erős leáramlásai miatt, melyekkel még a tapasztalt úszók sem tudnak megbirkózni. A legerősebb áramlatok általában nyáron fordulnak elő, amikor a Zipolite Strand abszolút nem üres. Hosszú évek óta történnek halálesetek ezen a tengerparton. A tragédiákat sajnos még a tapasztalt mentőegységek sem tudják megelőzni. A parton mindenhol látni úszási tilalmat hirdető táblákat, de sajnos a látogatók gyakran figyelmen kívül hagyják őket. Ha nem megyünk a vízbe, akkor a Zipolite egy biztonságos és kellemes hely a kikapcsolódásra. A partszakaszon számos pelikán él, amilyet órákig nézhetünk, valamint a strand túrázásra is kifejezetten ideálisnak mondható. Copacabana Strand, Brazília. A Copacabana egy legendás, 4 km hosszú strand a brazil Rio de Janeiro városában. Egy gyönyörű sétány fut végig rajta, számos hangulatos étteremmel és üzlettel. A mellette elnyúló strand meleg vízzel, kellemes homokkal és kiváló klímával rendelkezik. Itt ráadásul nincsenek vadon élő állatok, és a vízben sem kell botladoznunk a mérgező medúzákban és a mérges cápákban. Ennek ellenére a strandot mégis folyamatosan a világ legveszélyesebbjei között tartják számon. De vajon miért? A helyzet az, hogy ezen a strandon rengeteg a bűnöző, akik folyamatosan lopnak a turistáktól. Naponta több tucat ember válik a rablók áldozatává a strandon. A bűnözők általában a vízben úszó emberektől lopnak, de néha mindenki előtt, fényes nappal a strandon történnek a rablások. A tolvajok főleg nyakláncokat és egyéb ékszereket tépnek le a bámészkodó turistákról. A hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy helyreállítsák a strand hírnevét, de még ma is a világ egyik legveszélyesebb fürdőhelyeként tartják számon a Copacabanát. Ha úgy döntötök, hogy Brazíliába mentek, és esetleg elmentek erre a legendás strandra, akkor semmiképp ne vigyetek magatokkal ide értéktárgyakat. Azok, akik egyedül szeretnek pihenni a vízparton, szintén nagyon kell, hogy vigyázzanak. Személyes ruháikat és törölközőiket ne hagyják a parton felügyelet nélkül, mert a tolvajok válogatás nélkül mindent elvisznek. Különös figyelmet kell fordítanunk São Paulo strandjaira is. Ez a brazil város sem büszkélkedhet ideális partokkal. Igaz, a Copacabanával ellentétben, ahol nem tanácsos drága és értékes dolgokat magatokkal vinnetek, valamint jobb vigyázni a ruháitokra is, São Paulo strandjainál a víz jelenti a veszélyt. Nagyon óvatosan ajánlott bemenni a vízbe, vagy jobb, ha egyáltalán nem is tesztek ilyet, ugyanis a helyi strandokon az emberek számára a fő veszélyt a piranyák jelentik. Igen, ezek a fogasragadozók nem csak az édesvízi Amazonasban élnek. Árvíz idején a tengerben is megtalálhatóak, ahol könnyen megtámadhatják az embereket is. São Paulo egyik tragikus tengerparti szezonja 2002 volt, amikor csak a Conceição strandon 38 darab piranya támadást jegyeztek fel. São Paulo strandjain az incidensek száma évről évre növekszik. 2009-ben például 74 ember támadtak meg a piranyák. Szerencsére a mai napig egyetlen halálesetet sem jegyeztek fel São Paulóban, de a piranya harapás nagyon fájdalmas dolog. Ezek a halak súlyos sérüléseket okozhatnak az emberi testben, ezért jobb, ha egyáltalán nem úszkálunk São Paulóban. A piranyák ijesztő halak, de mégsem olyan veszélyesek, mint azt sokan gondolják. Sajnos ugyanez nem mondható el a cápákról, amelyek gyakran úsznak közvetlenül a partoknál.
Ha tovább nézitek a videót, akkor látni fogtok egy afrikai tengerpartot, ahol a legvadabb cápák élnek, valamint megismerhettek egy olyan strandot, ami a Csernobilinél erősebb sugárzással szennyezett. Ugyanakkor megtévesztően paradicsomi strandokat is láthattok, amelyeket azonban a világ legveszélyesebbjeinek tartanak. Fishhook Beach. Ha Dél-Afrikába utaztok, és úgy döntötök, hogy az óceánban szeretnétek úszni, kérjük ne válasszátok a Fokváros közelében található Fishhook Beach-et. Jobb, ha valami csendesebb helyre mentek, mert a Fishhookot nem csak Dél-Afrika egyik legveszélyesebb strandjának tartják, hanem az egész világ legrosszabb reputációjával is büszkélkedhet. Az ok egyszerű. A Fishhook az egyik listavezető az embereket ért cápatámadások számát tekintve. Fokváros tengerpartja összességében a fogasragadozók kedvenc élőhelyének tekinthető, de a Fishhook még közülük is kiemelkedik. Ezen a strandon még a part közelében, a sekély vízben is könnyen cápákba botolhatunk. A halálos támadások számát tekintve pedig nem csak az országban, hanem világszinten is a Fishhook áll az élen. Csak 2010-ben 21 darab cápa támadás történt, melyek közül 6 darab végződött tragédiával. Hátborzongató, de a tudósok szerint a következő években a cápák még vadabbak lesznek, és még aktívabban fognak a turistákra támadni. A parton fürdőzők védelmének érdekében folyamatosan speciális kerítéshálókat telepítenek a vízbe, de még ezek sem védenek meg teljesen a cápáktól. Ez a strand egyértelműen nem a legjobb hely a pihenésre. A csendes óceán végtelen vizein találhatók a Marshall-szigetek. A szigetek valóságos földi paradicsomnak számítanak. Népszerű hely az egzotikus pihenés szerelmeseinek körében, pedig a szigetcsoport nem mindegyik tagja biztonságos. A szigetekhez tartozó Bikini atoll strandjai bár nagyon festőiek, de rendkívül veszélyesek, és most nem a vadállatokra, cápákra vagy veszélyes állatokra kell gondolni. 12 év alatt 67 darab nukleáris kísérletet hajtottak végre itt. 1946 és 58 között az Egyesült Államok atoll területe felett tesztelte atombombáit. A tudósok szerint az egyes strandokon a sugárzás szintje ezerszer magasabb, mint a Csernobili és a Pripyatyi sugárzás mértéke. Maga az atoll meglátogatása sem biztonságos, és ha a turisták úgy döntenek, hogy úsznak, vagy vizet isznak, esetleg megesznek néhány gyümölcsöt a helyi fákról, óriási veszélynek teszik ki magukat. Ennek ellenére ma körülbelül 10 ember él Bikini atollon, és turisták is rendszeresen látogatnak el ide. Oahu strandjai. A Hawaii Oahu szigetet nyugodtan nevezhetjük a szörfösök szent helyének. Rengeteg turista érkezik ide évente, akik mind a hullámok gerinceit akarják meglovagolni deszkájukkal. Ezzel nincs is semmi gond, de Oahu strandjai sajnos rendkívül veszélyesek is egyben. Igen, itt könnyen elkaphatunk egy remek hullámot, de ugyanez a hullám könnyen meg is ölheti a szörfösöket, vagy akár a közönséges úszókat. Nem szabad megfeledkeznünk az időről időre fellépő víz alatti áramlatokról. A szörfösök egyik legnépszerűbb strandja az Ehukai Beach Park. A tavaszi-nyári időszakban viszonylag biztonságos, és még kezdők számára is alkalmas gyakorlásra, de az őszi-téli időszakban az erős hullámok miatt a strandlátogatás kifejezetten nem ajánlott. A közelben található egy másik veszélyes strand is, a Pipeline Beach, amely hatalmas hullámaival szintén nagyon izgatja a szörfösöket. Nem mindenkinek sikerül azonban megbirkózni az itteni hullámokkal. A helyzetet jelentősen bonyolítják a sekély zátonyok, amelyekre ha ráesnek a szörfösök, bizony könnyen meg is halhatnak. Sokan a Pipeline Beach-et tartják a világ leghalálosabb strandjának. A hullámmagasság ezen a partszakaszon gyakran eléri a 4 métert. Mára ennyi. Lájkold te is a videót, ha valami újat tanultál, és ne felejts el kommentelni sem. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!